Tanúként hallgatta meg Varga Juditot a fővárosi nyomozó ügyészség, ezt főt Pál főügyész jelentette be. Emellett az ügyészség pártatlanságát hangsúlyozta, majd leszögezte, hogy senki sem manipulálta a völner hadügy iratait. Bárándi Pétert kapcsoljuk, majd Borbély Zoltánnal és Horváth Lóránttal beszélgetünk. Így van, Borbély Zoltán és Horváth Lóránt már itt vannak. Jó estét az uraknak. Jó estét, jó estét. És telefonon értük utol Bárándi Péter volt igazságügyminisztert, magyar Péter ügyvédjét. Jó estét kívánok, remélem itt van már a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ma tartott az ügyészség egy sajtótájékoztatót, és viszonylag az elején, pár perc után meg lett szólítva ön személyesen is. Azt mondja a Fürt Pál főügyész, hogy azért kellett ezt a tájékoztatót megtartaniuk, mert olyan állítások jelentek meg a sajtóban, amelyek meglepték őt. Például ön azt nyilatkozta, hogy ön ott ült a tanúval, és azt kérdezte, hogy az ügyészség vizsgálja-e a hangfelvételt. Hát kérdezi ő, mármint Fürt Pál, hogy tanúként hogy lehet valakit megidézni egy nem elrendelt nyomozásban. Nem tudom, hogy látta -e ezt a sajtótájékoztatót, de mit mond erre? Nem, de nem is nagyon értem a kérdést, hogy ott ült a tanú segítője, ez lennék én, ugye? Így van. És milyen kérdés merült föl? Hogy az ügyészség vizsgálja-e a hangfelvételt? Ezt furcsálta a főügyész, miért tette fel ezt a kérdést, illetve hogy miért nyilatkozott erről utána. Hát, hogy a hangfelvételt kell vizsgálni, és a hangfelvétel az egy bizonyíték, ez tény. Tehát, ha tettem ilyen megjegyzést, akkor az szerintem egy adekvát megnyilvánulás volt. A hangfelvétellel kapcsolatban elképzelhető egy technikai vizsgálat, ha valaki azt kétségbe vonja, hogy ez a hangfelvétel ez érintetlen és eredeti. Ilyen eddig nem történt, de ha nem történt, akkor is azt gondolom, hogy a gondosság megkövetelne egy ilyen vizsgálódást. Márpá természetesen, mivel ez egy olyan bizonyíték, amelyik szükségessé tesz további vizsgálódást, és az Picit szakadozik most a vonal, úgy remélem, és hogy, hogy... remélem. Remélem, hogy minket, ha most egy picit a végén mi nem hallottuk. Én hallom. Ö, a hangfelvételen elhangzottakból ő mit tart a legsúlyosabb állításnak? Ez sokszor elhangzott már a hangfelvétel nyilvánosságra kerülése óta, hogy három tényállítás van benne. Az egyik, ami hát egy meglehetősen általános állítás, de tényállítás hogy Sádl Rogán embere ezen az úton magában elindulni a további bizonyítás irányába nem nagyon lehet, viszont a másik két tényállítás az alkalmas kiindulásra. Az egyik az, hogy Völner párt el az ellene irányuló első eljárási cselekmény foganatosítása előtt már értesítették arról, hogy valamilyen vizsgálódás folyik ellene, és ezért hagyja abba, amit tesz, és teszi hozzá a hangfelvét. Meg is szakadt a vonal, szakadozott már, hát ö, elengedjük, illetve hát a technika megtette ezt helyettünk, Bárándi Pétert köszönjük ö, neki. De hát itt van Horváth Lórent és Borbai Zoltán. Jó estét még egyszer az uraknak. Jó estét kívánok. Kezdjük szerintem a leges legelején a tájékoztatónak, annál is inkább, mert én is láttam már egy-két ügyészségi tájékoztatót, de mondjuk ilyet még, még nem, hogy az ügyész arról beszéljen, vagy azzal kezdjük, mennyit dolgoznak, és hogy igazából arról kellene szólni ennek az ügyészi tájékoztatónak, hogy milyen sokáig maradtak bent, annyira sokáig, hogy aztán Jöttek a gyerekek telefonjai, hogy anya apa, hol vannak, sőt, fehér neműt kellett bevinni a családnak. Na ilyet én még nem láttam, szóval ez egy viszonylag ritka tájékoztató volt, legalábbis az eleje. Mit gondolnak? Én azt gondolom, hogy önmagában egy különleges helyzetet látunk, vagy találunk, mégpedig azért, mert az ügyészség általában nem szokott tájékoztatót tartani, viszont most közvetlenül megszólították, és nem akár kiszólította meg, hanem egy volt igazságügyminiszter, miniszter. Tehát ez vindikálta azt, hogy ki kellett ülni, és valamit erre nyilatkozni kellett. Tudni, itt az ügyészség presztízse forog kockán. Én szeretem a formabontó sajtótájékoztatókat, mert akkor, akkor van valami izgalom, nem? Tehát, hogyha az emberi oldalt megvilágítja, fűrt Pál, ezzel nekem semmi bajom nincsen. És az is nagyon fontos kérdés, hogy én, ugye én is egy jó pár ügyészségi sajtótájékoztatót tartottam. Néha van, amikor az ember ö, ö, muszáj, hogy helyre tegyen dolgokat, annál formabontóbb sajtótájékoztatót, mint hogy zöröge egy, egy légkondicionáló berendezés, vagy sem, mert elő is tartottunk annak idején, annál formabontóbbat nem tudok elképzelni, de ez is egy formabontó volt, de az, hogy van egy formabontó, és az emberi oldalt megvilágítja, ezzel nekem nincs bajom, azt azért tudni kell, hogy ilyen magas rangú igazságügyi, mondjuk itt tisztviselő, tudom, hogy ez nem egy jó kategória, nem volt még vádlott büntetőjárásban bíróság előtt úgy, hogy hivatalban is van. Miniszterek is voltak már vádlottak, már a rendszerváltás után is. Én magam is emlékszem jó néhány miniszterrel kapcsolatos ügyre, de azért az, hogy egy igazságügyi államtitkár vádlott, vagy az, hogy a végrehajtók első embere vádlott, Hát ez, ez egy breaking news, ahogy mondják hát, Akkor térjünk át erre a tartalmára, a körülményeit megbeszéltük, vagy a forma formabontóságát. Azt is mondta uh, Fürdpál főgyész, hogy akkor érezte magát a legkellemetlenülből, és nem is fog magyarázkodni, amikor egy munkatársa megkérdezte, hogy ugye nem fog magyarázkodni olyan ügyben, amiben a világ minden ügyészsége büszke lehetne arra, hogy vádat emeltek egy államtitkár ellen, ugye, amiről ön beszélt az előbb, Völner ügyben. Ő, tehát kérdés, hogy azért emeltek-e vádat, mert vádat kellett emelni, és minden rendben van, vagy azért emeltek vádat, mert megengedték nekik. Itt van egy nagyon nagy különbség, és a hangfelvételen hangzik erre elutalás Varga Judit volt igazságügyminiszter szájából, hogyha Polt Péter ura lett volna a helyzetnek, akkor ez az egész vádemelés meg sem történik, ez elhangzik a felvételen. Tehát azért kérdés ez a kérdés. Igen, azért ez egy picit engem ria azt, hogy most hazamegyek a feleségemhez és beszélgetek, azt egyszer majd egy tévéműsorban elemezzük. Ez, ugye mert ez, ez történt, tehát egy, egy házaspár házas pár beszélget valamiről. Tehát legközelebb majd ugye majd a, a, meccsről, amit mondok, vagy közszereplőkről mondok véleményt. Egyébként elég szalonképes ahhoz képest, hogy nem tudta Varga hogy ezt rögzítik. Azt értem, de mégiscsak egy igazságügyi miniszter. Igen, az a, szó, és a tartalmát nézzük, van. amit mond. Hát a tartalmát nézzük, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valakit a bíróság elé állítsak, van egy bizonyos szűrő, ez pedig a mentelmi jognak a felfüggesztése. Tehát akkor, hogyha a legfőbb ügyész ezt indítványozza, és mondjuk a parlamenti többség azt mondja, hogy Völner párt megvédjük, akkor nem kerülhet oda a bíróság elé, hiszen a mentelmi jogát nem függeszti fel a parlament. Tehát azért van szűrő, és felfüggesztette a mentelmi jogát. Ez változatlan azt gondolom, hogy Európában is egy nagyon komoly hír, hogy egy, tehát nem a, bocsánat, hogy ezt mondom, tehát nem a, a most egy, nem, nem a sportminisztérium, vagy nem a, valami, tehát az igazságügyi minisztériumnak az egyik vezető tisztségviselője ott áll a bíróság előtt. Én azt gondolom, hogy ez, ez tényleg egy, egy nagyon komoly eredmény. Az egy másik kérdés, hogy még nincsen jogerős ítélet. Tehát könnyen lehet hogy akár Wölner fel is menthetik, Igen, hiszen... Csak ugye a hangfelvételen az szerepel, hogy, hogy az egész meg se történhetett volna a Polt Péter úrral helyzetnek, és hogy tulajdonképpen azért kellett beáldozni őt, most nem tudom pontosan idézni, mert már nem hagyta abba, amit csinált, és annyira irat összegyűjt már, amit már nem lehetett kihúzni. Én azért egy kicsit erősebben fogalmaznék, az én megközelítésem az lenne, hogy ez az ügyészség feladata. Mit várunk az ügyészségtől, mint hogy feltárja ezeket a tényeket, teljes értékűen, teljes körűen, és ugye most pont az merült fel ebben az egész problémakörben, hogy valószínűleg bizonyos szálak kimaradhattak, és erről egy igazságügy miniszter beszélt. Tehát valószínűleg lehet, hogy lennének ennek az ügynek más vádlottja is, lehetnének. És, és ezek elég súlyos vádak, tehát most azt mondani egy ügyész részéről, hogy ez mekkora teljesítmény, nekem ez egy kicsit lólábas, tehát egy kicsit ö, ö, gyenge érv, önmagával ezzel érvelni. Menjünk tovább, még a tartalmi részét. Azt is elmondja a főügyész, hogy Varga Juditot kihallgatták tegnap tanuként, hogy miről beszélt, azt nyilván nem mondta el, nem lehet, de szerinte, ha lesz eredménye a nyomozásnak, részletesen tájékoztatják a közvéleményt. Azt azonban elmondta, hogy korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása gyanú. Ugye ebben tanuként hallgatták ki, ha én jól értettem, ez is stimmel. Ki ellen lehet ilyen gyanú itt? Korrupciós bűncselekmény fejlentésének elmulasztása. Ugye ez Magyar Péter szírrelépésekor vetődő fel azonnal, amikor túlárazott szerződésekről beszélt a diákhitel kapcsán. Ott születtek is egyébként fejlentések, szóval lehetséges, hogy most arról kérdezték Varga Juditot, hogy tudott-e arról, hogy a férje túlárazott szerződéseket írt, vagy nem írt alá? Tehát ez az az ügy? Mert most mindenki összeköti a tegnapi hangfelvétellel. Jó, tehát a, ami, amit egyből lehet tudni ebből, amit meg lehet fejteni, az az, hogy általános fejjelentési kötelezettség a BTK-ban nincsen. Kivéve egy-két bűncselekményt, az emberrablást, vagy olyan terrorcselekményt. De, de a hivatal személyeknek a hatáskörükbe tudomásul jutott bűncselekmény gyanúja miatt fejjelentési kötelezettségük van. Ha ezt elmulasztják, akkor megvalósulhat ez a bűncselekmény. Az én olvasatomban egyébként nem köthető ez a tanú kihallgatás közvetlenül a Magyar Péter Hangfelvételi ezzel a nyilatkozatához. Tehát ez szerintem valamilyen másik. Ez a korábbi. Ér. Én azt gondolom, hogy ez korábbi, mert, mert a feljelentés elmulasztása az, az, ebben az esetben nem feltétlen merül fel. De csak mert, hogy ugye tegnap reggel jött ki ez a hangfelvétel, és elképzelhető, hogy Vargyőt már amiatt is meg Ilyen, ilyen rövid idő alatt. Idő hát, elképzelhető rekord teljesítmény, de azt gondolom, hogy minimum, tehát hogy a feljelentést ugye három napja van minden nyomozó hatóságnak, hogy eldöntse, hogy nyomozást rendel el, elutasítja a hogy vagy feljelentés kiegészítést rendel ahol gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez túl gyors lenne. Én is a felvétel lenne. egyelőre szerintem vizsgálati fázisban van, tehát hogy ez nem is, nem is tartunk még ott, hogy a tanú meghallgatások induljanak. Világos, ez fontos volt, hogy elmondták, mert sokan egyébként összekötötték. Igen. A hangfelvétel alapján, ugye ha most ezt megvizsgálják, Mondjuk Varga Juditnak milyen kérdésekre kellene válaszolnia önök szerint? Ami elhangzott ott a, például arra, hogy hogyan beszélhetett erről családi körben, vagy hogyan fordulhatott ez elő, hogy az ő emberét küldték az ügyészséghez, szóval milyen kérdésekre kell válaszolni az ügyészségnek? A tanú meghallgatások során először a tanútól összefüggően kérik előadni azt, amit tud, az eseményekkel kapcsolatban, és azt követik a, a konkrét kérdések. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az esetben tételesen végigment az ügyés, vagy végig fog menni az ügyészség, mert még nem ment végig, végig fog menni azokon az állításokon, amit ő tett, és azzal kapcsolatban milyen, ö, ö, milyen nyilatkozatot fog tenni. Tehát tételesen fog végigmenni. menni. Ha azt mondjak még valamit, tehát nagyon gyakran szerintem ö, ö, kedves kollégámnál is van olyan, amikor nagy ügyeket tárgyalunk, és a védelem, általában a védelem, de lehet, hogy hát az ügyész is mondjuk közjogi méltóságokat vagy minisztereket próbál beidéztetni tanúként. Ez nagyon ritka, a bíróság általában ezeket el szokta utasítani. Tehát nagyon ritka az, amikor, mert tanúként sem jó oda menni, fölöslegesen, vagy hogy esetleg erről nem tud. Tehát ez is egy kuriózum, hogy egy viszonylag frissen tehát most mondjuk úgy, hogy még, még, még szinte meleg az igazságminiszteri hely, és meghallgatnak egy volt miniszter. Tehát én ebben sem látok kivetve, hogy, mit, hogy miről hallgatják meg, ezt nyilván fogalmunk nincs. Tehát ez Na, lehet... Most én a hangfelvétel alatt A hangfelvétel... kérdezem, hát Jó, azt látjuk, hogy a... mi van a ott. Hangfelvétel... De hogy megkérdezik -e tőle, hogy miért vált el igazságügyminiszterként, hogy Polt Péter legyen ott a helyzetnek az ügyes. Igen, igen, igen. Na most én nekem sok ilyen bajom volt, amikor én nagyon nem szerettem, hogyha felvesznek úgy engem, hogy én nem, nem nem járok hozzá. Itt például most nagyon jó elbeszélgetünk, hogy tudom, hogy felvesznek, tudom, hogy látják. De azért azt, azt szeretném hangsúlyozni, vannak már, hogy ügyfelek is felvesznek mindent. Tehát én ettől egy kis, lehet, hogy régi módi vagyok. De jó, de, én... ez egy morális kérdés, de ettől hát, igen, a... de hangzik. azért ezt, Jomilag... erre mondtam azt az indexben, hogy ez a mérgezett fagyümölcse. Tehát hiába illegálisan veszik fel, az ebből eredő bizonyíték felhasználható a szabadon, szabad bizonyítás elve alapján. Tehát ezekre rá lehet kérdezni. De azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy én nagyon nem szeretném, hogyha bárki az én engedélyem nélkül felvenni azt, amit mi mondjuk például Lórival beszélgetünk, vagy az én feleségemmel beszélgetek, mert ez, 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 ez egy elég intim kérdés. Ettől függetlenül ez a beszélgetés annyira most testiesen szólva, nem gáz. Tehát úgy nem gáz, hogy nem mondanak csúnya szavakat, nem, 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 érzi, nem érzem azt, hogy ilyen a csúnya nagyon... szavakat nem mondanak, de például ez, a, ez az állítás nem gáz ön szerint, Hogy az hogy miniszter szerint az egész vörnásadul, hogy azért van, mert Pol Péter nem ura a helyzetnek az ügyészségen? Vagy hogy például tudott a vörnásadul ügyről már jóval előtt, tehát ezt írta, ezt, ezt, állítja a férjének, hogy már tavasszal szóltak Völner Pálnak, hogy hagyja abba, de hát nem hagyta abba. Én, én azért azt tehát azt még szeretném hinni ugye Magyarországon az ügyészség nincs az igazsági minisztérium alá rendelve. Vannak olyan országok, ahol az ügyészség a kormány alá van rendelve, és az igazsági miniszter gyakorlatilag felettese a legfőbb ügyésznek. Egyébként volt Magyarországon is ilyen, amikor Kozma Sándor volt a koronaügyész, és Pauler volt az igazságügyi miniszter, ez a tisztelesztári bűnperben volt egyébként. Tehát volt Magyarországon is ilyen, de az, hogy az igazsági miniszter arról tudna, hogy az ügyészségen milyen nyomozati cselekmények vannak, és azok hogy vándorolnak, és ki mire lát rá, ezt nem hiszem. Az, hogy. Hát ő állította. Hát most. Jó, mondott igazat? Nem azt, az, hogy nem mondott igazat, hanem én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy találgatás. Tehát nem azt mondta, hogy az, hogy nem ura a helyzetnek, egyrészt ugye nem kell minden nyomozásról, minden egyes ö, ö, mondatról tudni a legfőügyésznek szerintem. Ez az első. A másik meg az, hogy nem ura a helyzetnek. Hát végül is Völner pár vádlott lett. Tehát most akkor az a legfőügyésznél elképzelhető, hogy a legfőügyész erről nem tud. Tehát ő, ő, ő indítványozta a jog felfüggesztését. Az, hogy Völner Pál vádlott, az Polt Péter nélkül lehetetlen. Tehát gyakorlatilag az, hogy egy ilyen magas funkcióú volt államtitkár a bíróság előtt áll, erre a legfőbb ügyész igenis tudott. És az az állítás, hogy ha tudott volna, akkor nem került volna oda, Hát őszintén, ez már, hogy is mondjam, mi az, az szóval ez nem, ez nem Igen, Varga arról beszél, hogy kihúzattak részeket az ügyészi iratokból. A főügyész azt mondta, hogy nagyon örülne egy olyan szekrénynek, amiből kiesnek a bizonyítékok, és azokból vádat lehet emelni, de ez nem így működik. Helyette tanukat hallgat ki, a vádiratba pedig az kerül be a nyomozás végén, amit bizonyítani tudnak. De ez nem azt jelenti, hogy egyes bizonyítékok sűjesztőbe kerülnek, mindenkit megnyugtat, hogy minden iratnak megvan a sorsa. Mi van ezekkel a kihúzatott részekkel? Ebben biztos vagyok, hogy minden iratom megvan a sorsa, tehát digitálisan minden lekövethető, és abban is szinte biztos vagyok, hogy az ügyészség már jelen pillanatban is tudja, hogy mi lett ezeknek az iratoknak a sorsa. Tehát valószínűleg ezeket belső vizsgálattal már ellenőrizték. Ezt ilyen gyorsan lehet? Vagy már korábban? Ez, ez, én azt gondolom, hogy korábban, hogy kedden történt ez a nyilvánosságra hozatal, Viszonylag az informatika gyorsan elérhető, tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy ők pontosan tudják, hogy mik lettek a sorsok, és abban sem vagyok biztos, még egy kicsit visszakanyarod az Oli mondatához, hogy Varga Juditot ezekben a hangfelvételekkel kapcsolatban tanúként fogják egyáltalán kihallgatni. Tehát az is elképzelhető, hogy egyből gyanúsított lesz, és ott nem is fog vallomást tenni. Tudnilik azért voltak neki Mivel tény... fogják meggyanúsítani ön hát, szerint, ha a Minősített adattal visszaélés például. Tehát olyan dolgokról beszél, amiről neki nem is lehetett volna tudomása. Én, én nem lennék ennyire szigorú, megmondom őszintén. Azért, mert ugye... Orvos, orvosi titoktartás, ügyészi titoktartás, ez létezik, de azért azt ugye senki nem gondolja komolyan, hogy házastársak egymás között ne beszélhetnének bármiről. Tudom, hogy a katonák most ezért engem megrónálnak, mert tudom, hogy van olyan, aki még otthon sem, még a álmomban sem lehet beszélni, de az még egy pillanatra visszatérve oda, tehát az, hogyha valaki azt gondolja, hogy valaki bemegy és satíroz, vagy radíroz, vagy elhagy, kitöröl, cancel, vagy... Nem, ez, te, ez teljes díjattartózó, ezt feltételezni. Tehát ezt, hogy valaki oda bemegy, és ott tulajdonképpen így, így lektorként viselkedve a rossz részeket kihúzogatja, ez elképzelhetetlen. Tehát a hogy miniszterként ezt így nem tudta, vagy találgatott. Ez kérdelem. nem ez ilyen nem lehet. Tehát az a lényeg, hogy én nem tudom, hogy tudta, nem tudta, nem lehet. Tehát utólag nem lehet preparálni vallomásokat. Az, hogy kit hallgat ki a nyomozóhatóság az a, arról lehet dönteni. De amikor már kihallgatta utána, ki, gondoljunk bele, hát ott lehet a védője például, ott lehet a, a tanúsegítője, segítője, hát akkor azt mondja, bocsánat, de itt elhangzott, ja, nem, bocsánat, itt valaki kihúzott valamit, mert éjjel bejött. Tehát ez, ez nonsens, ez abszurd szerintem. Egyetért? Én, én, azt gondolom, ezzel kapcsolatban is nagyon óvatosan fogalmazok, hogy nyilván, hogyha egy igazságügyminiszter azt mondja, hogy manipulálták az iratokat, akkor erről valamilyen tudomása volt. Tehát valahogy akkor csak lehet manipulálni. Hát nyilván akkor az ügyészség ezt már vizsgálja, ha nem vizsgálta. Utolsó dolog, mert kifutottunk most már az időből. Tegnap Varga Judit interjút adott a Frisbinek, Hajdú Péternek. Részletesen elmondta, hogy hogyan bántalmazta a volt férje, és a többi, és a többi. A Varga Judit által elmondottak alapján milyen bűncselekmény vagy bűncselekmények gyanúja vető Üthet fel, és kellene neki, vagy kellett volna akár másnak, vagy most bárki másnak fejlentést tenni? Például. Magyar Péter elem? Hát, amit elmondott, igen, ott a szömébe ja, magyar a téma. Péter azt mondja, hogy Vargaődi állításai nem igazak, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásnak minősül. Tehát szerinte rágalmazó Judit, Varga itt meg elmondta, ugye, amit tegnap elmondott, nagyon sokan látták ezt az interjút. Tehát egy családon belüli ö, erőszak vetődik fel, erről beszél e, a Judit. Kapcsolati erőszak. Vagy kapcsolati a, erőszak. Bocsánat, nem kell ezt nyilván szó szerint tudni. Sok minden felvetődik, valóban. Én attól félek, és most igen, kapcsolati erőszak, sok minden felvetődik, ugye az érzelmi zsarolás, ez ugye nem, nem nincs ilyen a BTK, vagy érzelmi zsarolás. Én, 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 egy kicsit azt vártam még, hogy a házas életről is lesz szó, tehát ez, egy, ez úgy hiányzott nekem ebből az interjúból, most nyilván ironizálok. Én nem szeretem ezt, van, nekem is van két fiam. Most ez a, ez a három gyerek ezt hallgatja, hogy a szülei a tévében nyilatkozgatnak egymásról, hogy ki mennyire volt csúnya a másikkal, a gyerekeket sajnálom ebben a legjobban, és megmondom őszintén, hogy ha lehet, akkor nem is nézetném velük ezeket az adásokat. Bocsánat, hogy így. Egy én, én annyit tennék hozzá, hogy Varga Judit szinte egyike azoknak a személyeknek, aki ezzel ellen fel tudott volna hatékonyan lépni. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen.